Október 26-án a Sefag ZRT Lábodi vadászerdészeténél immár 5. alkalommal rendezték meg a nagycsalléri trófeaszemlét, amelyen gím, illetve a késő októberi időpontnak köszönhetően dánvad fejdíszeket tekinthettek meg az érdeklődők. Sok munka van az mögött, hogy ilyen minőségű trófea bemutatót tudunk tartani. Ez egyfajta sefagos minőség. Sefagos minőség az erdőgazdálkodásunk, sefagos minőség a vadgazdálkodásunk. Én bízom benne, hogy ez is egyfajta dokumentum arra nézve, hogy jó kezekben van az erdő és a vadgazdálkodás az állami erdőgazdaságok szférájában. Cégünknek nagyon fontos az, hogy a szeptember-október vadászati szezonja hogyan sikeredik, hisz a vadászati ágazat a cégen belül elég jelentős szerepet tölt be. Engedjék meg, hogy megköszönjem a vadászati ágazatban dolgozóknak azt a kemény munkát, aminek az eredményét láthatjuk itt. Egy nagyon nagy összhangra van szükség ahhoz, hogy ilyen trófea bemutató mellett állhassunk. Ez valóban egy ünnep a mai nap számunkra, hiszen ilyenkor tudjuk megmutatni kollégáinknak is, hiszen ők sem látnak rá mindegyik területünkön terítékre került gimbikánkra, és a nagy közönség számára is. Ünnep egyrészt ebből a szempontból, másrészt pedig számadás, hiszen ezek a kiállított trófeák azok egyértelmű és abszolút értékmérői a gazdálkodásunknak. Lehetőség arra is, hogy összehasonlítsuk, hogy hová tartunk, honnan jöttünk, van-e fejlődés az előző évekhez viszonyítva. Ahhoz, hogy ezeket a szakmai munkákat ilyen szinten tudjuk elvégezni, nyilván kell egy nagyon jó élőhely, kell egy jó minőségű vadállomány, és kell egy nagyon jó összetartó csapat. Én személy szerint is nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen kollégákkal, ilyen területen, ilyen feltételek mellett dolgozhatok, mert a szakmai munka nélkül ezt a teljesítményt nem lehetne hosszú távon ilyen szinten üzni. Alapból meg kell várni azt, hogy egy bika megérjen. Korba is a trófeának a minősége sem mindegy, hogy meglövetünk egy bikát, hogy az hogy fog kikerülni egy nyugati vendég falára, vagy a baráti körébe hogy fogja mutogatni, és alapból a területnek egy reklámja is ez. Ez a 12-74 kg-os bika, 12 éves, a bikát ismertük már 5 éve, és az első agancsa is már 11 kiló fölötti. Gyorsan ment az egész dolog, már ugye szeptember eleje volt. Hát felkészültünk alapból minden a cserkeli utakkal, magas lesek takarításával, vadfölddel. Cirkot vetettünk, különösebben más nem igényelt, mert ez a bika gyakorlatilag tartotta helyét folyamatosan azt a völgyet, azokat a vadföldeket járta minden éven át. Ez a páratlan 22-es bika, középágai azok rövidek, alacsonyan tűzöttek, de viszont a koronája az eddigi tanultakat teljesen felborítja. Ez a bika az alsó ágait, a szemág jégágait és a középágait kezdte visszarakni, közben meg a koronágai ugyanakkorák gyakorlatilag majdnem nagyobbak, mint az előző években. A 35 év után az ember az első pillanatra ránéz egy vadászra, azt már nem kell megszólalni a mozdulatain, a felszerelésén, pillanatok alatt látni, hogy ő gyakorlott vadász, vagy egy kezdő, látni azt, hogy türelmetlen, nem türelmetlen. Gyakorlatilag igen, pszichológusnak kell lenni, és kezelni kell tudni, és türelmesnek. Mi a szépsége, és mi a nehézsége a te szakmádnak? Hát a szépsége, azt gyakorlatilag álmodani nem lehet, azt érezni lehet. Azt, amikor kint van valaki, és eredménnyel jár, azt az örömöt, azt a jó érzést, amikor láttam, hogy egy vendég boldogan és jó érzéssel távozik. Vannak nehézségek, mert azért ez nem úgy működik, hogy kimegyek, és ott egy vad és meglövetem. Itt nagyon sokszor úgy van, hogy napokat, heteket az ember kínlódik, rossz az időjárás, rossz a szél, a vendég se olyan jó lövő, amikor nagyon sokat kell küzdeni, és összejön, az a legnagyobb öröm.